két Európa kép, Lengyelország jövőjével kapcsolatosan két teljesen eltérő kép rajzolódik ki. A PISZ-nek az elsődleges, legfontosabb kampányüzete az a biztonság volt. Mind a gazdasági biztonság, mind a társadalmi, mind a katonai biztonság. Tusk idejében 14% fölé emelkedett a munkanélküliség, kiárusították a legfontosabb állami cégek részvényeit külföldi tőkének, megemelték a nyugdíjkor határt. Actually, they treat Poland as a field of experiment. They try to enlarge their influence, their power. They do not respect the treaties. Ahogy Ukrajna kommunikál, ahogy viselkedik a vele az elmúlt másfél évben, hogy mondjam, feltétel nélkül együttműködő Lengyelországgal, az példanélkül és egészen penetráns. Lengyelország választ, de miért fontos számunkra ez a voksolás? Mi a jelentősége Európa és az ukrajnai háború menetére nézve? Ezeket a kérdéseket járjuk most körül, tartsanak velünk! Ha a lengyelországi parlamenti választásokkal kapcsolatos várakozásokat nézzük, könnyen az a benyomásunk lehet, hogy az Unió egyik legfontosabb, legbefolyásosabb országának választása következik, nem véletlenül, a tét ugyanis európai jelentőségű, sőt, a lengyel választás az egész nyugati világot érinti. Yes, I think those elections are the most important since 1989, because the period of relative stability in Europe, in the world is over, and now we see dangers in the East for Polish independence, but also in the West we see the proposals of new treaties, ambition to eliminate the right to veto certain decisions or every decisions on European level. So it is absolutely crucial, and we also have a clear choice. Magyarország számára pedig, ha lehet ilyet mondani, talán még ennél is fontosabb. Milyen irányba fordul Lengyelország? Lesz befolyásos szövetségesünk az Unióban? Újra együtt tudnak-e működni a visegrádi országok, legyen akár szó jogállamiságról, intézményreformokról, gyermekvédelemről vagy migrációról? Ugye már nagyon sokan eltemették például a V4-eket, én most úgy látom, lenne mind lekopognom le és kopognám, hogy azért a V4-ből egy V3 az most össze fog szépen lassan jönni megint. A csehekre egyelőre nem lehet számítani, de a lengyelekkel úgy látom, hogy megint tehát élet költözött a lengyel-magyar együttműködésbe. Az értékeink közösek, még ha ezt nem is mindenki akarja belátni. Együttműködésre vagyunk kárhoztatva, vagy együttműködésre vagyunk utalva. Ez szerintem egészen egyértelmű, és amikor okos vezetői vannak a térségbeli országoknak, akkor ezek az együttműködések működnek is. Szerintem a problémánk, tehát szlovákoknak, lengyeleknek, valójában cseheknek is, magyaroknak, ugyanaz. Nincsen nagy különbség. Amennyiben a PISZ folytatni tudja a kormányzást, akkor továbbra is erős hangja lesz Közép-Európának, erős hangja lesz Svédinek, erős szövetséges lesz Magyarországnak, amivel közösen valóban egy erős hangot tudunk adni Brüsszelben azzal kapcsolatban, hogy ellenzzük a migrációt, ellenezzük a gender propagandát. Mindenki rájön arra, hogy igen, hát hogyha nem akarjuk, hogy elvigyék a nehéz fegyverzetünket, ha nem akarjuk, hogy kifosszanak minket gazdaságilag, ha hozzá akarunk jutni az uniós támogatásokhoz, ha nem akarjuk, hogy a kis országoktól elvegyék a vétójogot, és még hosszan sorolhatnám, akkor bizony együtt kell, össze kell dolgozni. A lengyel választási rendszer nem a legegyszerűbbek közé tartozik. A lengyelek most vasárnap a Szejm 460 képviselőjét és a felsőház 100 tagját választják meg, és egyúttal egy népszavazáson is részt vesznek. Egy nagyon különleges a lengyel választási rendszer, és a sajátosságaiból fakad, hogy nem jósolható meg a jelenlegi közvéleménykutatási adatokból, az utolsó hetek, napok közvéleménykutatási adataiból nem jósolható meg az eredmény, illetve felelőtlenség lenne jósolni. Az országos közvéleménykutatások nem árulják el, nem adnak megfelelő iránymutatást arra, hogy kialakíthat kormányt. Ugyanis a választás valójában a választókerületekben, a vajdaságokban, a megyékben fog eldőlni, ugyanis onnan fognak majd kikerülni azok a képviselők, akiket a pártok küldhetnek a Szejmben. 460
fős a lengyel Szejm, az alsóház, ott 231 mandátum kell ahhoz, hogy többségben legyen egy párt, vagy egy koalíciós kormány. Fontos megjegyezni még, hogy a lengyel választási rendszer azért más, mint a magyar választási rendszer. 41 választókörzetben lehet listákra szavazni, pártlistákra, és egyéni mandátum nincsen. Tehát attól függ, hogy milyen népességű egy adott választókörzet. Tulajdonképpen 41 kis helyi választásnak az eredménye adódik össze. Tehát 41 olyan körzetet látunk Lengyelországban, ahol 7 és 20 közötti mandátumot osztanak ki a pártok között, és ez jellemzően a nagy pártokat segíti. A szlovák választás idején már megtapasztalhattuk, hogy mind a közvélemény kutatási adatok, mind az exit pollok nem feltétlenül vehetőek biztosra. Úgy érzem, hogy hasonlót tapasztalhatunk meg majd most is október 15-ét a lengyel választás napját illetően. 2019-ben 37,5%-kal abszolút többséget tudott szerezni a kormánypárt, és 2019-ben, 4 évvel később 6%-kal több szerzett a szavazatok arányába, és ugyanannyi mandátumot szerzett. Közvéleménykutatási adatok jellemzően országos eredményt mutatnak, és az exit pollok is jellemzően országos eredményt közölnek. Ugyanakkor az országos eredmény csak a parlamenti küszöb szempontjából számít, amely párt átugorja az 5%-os küszöböt, illetve a harmadik út szövetség esetében ez egy 8%-os küszöb, az úgymond számolgathatja a mandátumait, amelyik nem, az pedig nem. De ezen túl az országos eredmény semmiben nem számít bele. A választással egy időben tehát referendumot is tartanak. A sorskérdésekről tartott népszavazás mozgósító erejét a magyar demokráciában is megtapasztalhattuk. A lengyel kormány most 4 kérdést bocsátott szavazásra, amelyek történelmi léptékben is meghatározóak. De mégis ezek a kérdések? Az első, támogatja az állami tulajdonú vállalatok privatizációját? A második, támogatja a nyugdíjkorhatár felemelését? A harmadik, támogatja a Lengyelország és Fehér-Oroszország között létesített biztonsági kerítés eltávolítását? És a negyedik, támogatja a migránsok betelepítését az Európai Uniós terveknek megfelelően a kvóta alapján. Ha politológus lennék, azt mondanám, hogy ennél okosabban ezt nem lehetett volna megcsinálni, tehát hogy annyira... Először egy kérdésről volt szó, hogy a migrációs kérdésben támogatja azt, hogy Lengyelországba betelepítsenek Európai Uniós direktíva alapján migrációs hátterűen személyeket. Amit látta a közönyi kutatásokban a PISZ vagy a kormány, hogy több. Tehát az elkötelezett PISZ szavazókon túlmenőleg egy ilyen 10-11%-nyi szavazó mondja azt, hogy mindenképpen elmenne és úgy szavazna, hogy nem. Úgy még ugye bevette ezt követően még 3 újabb kérdést emellé. Ez még inkább megerősítette ezen szavazók táborát. Tehát ez egy stratégiailag kiváló döntés. Úgy tűnik, hogy a Jog és Igazságosság meg szeretné ismételni a 2022. április 3. magyar forgatókönyvet. Ezt mondta Stanislav Janecki politikai újságíró a Republika Televízió politikai szalon című műsorában. Giefer Hofstadt is felfedezte a magyar párhuzamot. A liberális európai parlamenti képviselő Facebook oldalán azt írta, egy újabb Orbán inspirált a referendum. A PISZ egy lépésben kivezeti Lengyelországot az Unióból, miközben a lengyelek, beleértve a PISZ szavazóit is, a leginkább Európa pártiak közé tartoznak. Ne higgyetek a pártpolitikai játszmáknak és hazugságoknak, mondta. A lengyelországi választáson két nagy erőcentrum betélkedik egymással. A Jog és Igazságosság és a Polgári Platform küzdelmébe a többi párt, a Konföderáció, a Harmadik Út, az Új Baloldal alig ha tud beleszólni, szereplésük mégis meghatározza, hogy milyen kormány alakul majd Varsóban. A lengyel választás legfontosabb szereplője a kormánypárt, a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczynszki vezetésével, illetve Matusz Morawiecki miniszterelnökségével. Ők alapvetőleg egy jobboldali, szuverenista párt, akik a Nemzetek Európája mellett állnak ki, elutasítják a migrációt, és magukat egy erős államként képzelik el, amit ezt szeretnék fejleszteni. A másik oldalon, tulajdonképpen a bal oldalon, Donald Tusk áll, a polgári koalíció vezetője. Donald Tusk 2021-ben tért vissza Brüsszelből, hogy pártját tulajdonképpen győzelemre vezethesse most 2023. október 15-én.
ők egy liberális, baloldali, alapvetőleg Brüsszelhez kötődő mozgalmat, pártot jelentenek, akik valószínűleg beleegyeznének az Európai Unió átalakításában. Számukra nem a nemzeti szuverenitás van az első helyen. A baloldal szövetsége a polgári platform, tehát Donald Tusk formációja, amely az utóbbi években lassan mondhatjuk, hogy több mint egy évtized egy nagyon komoly identitás és vezetői válságon ment keresztül. Az identitás válsága megmaradt, a vezetői válságot sikerült Donald Tusk visszatérésével uralnia, de pont emiatt az identitás válság miatt is ez a kampánya elsősorban a kormánypártnak a támadásából állt, és nem annyira vázolta konkrétan azt a víziót, amit Lengyelország elé képzel. Tusk idejében 14% fölé emelkedett a munkanélküliség, kiárusították a legfontosabb állami cégek részvényeit külföldi tőkének, megemelték a nyugdíjkorhatárt. Ezek kisebb pártok nehezebb helyzetben vannak, hiszen nagyon, nagyon ilyen duális, kielezett kampányban nehéz önálló, markáns önálló arccal jelentkezni, még ahol a két nagy párt, ellenzéki és kormányzati párt egymásnak kölcsönösen üzenget és túlicitál. Sok a párhuzam a magyar és a lengyel politika között, mind rendszerében, mind a politika történelmében. Érdekesség, hogy tulajdonképpen Donald Tusk beállítható, mint egy lengyel Gyurcsány. Ugyanúgy egy már megbukott kormányfőről van szó, akit alapvetőleg negatívan érzékel a lengyel társadalom. Van is egy ilyen lengyel mondás, hogy Tusk hibája. A lengyel kampány hevessége a választás tétjéhez igazodik. Feszültség, izgatottság, sőt, indulatosság. Két Európa kép. Lengyelország jövőjével kapcsolatosan két teljesen eltérő kép rajzolódik ki. Tény, hogy a kampányok hangvétele talán minden egyes alkalommal még durvább és még személyeskedőbb lett. Az ember adott szint után már nem is hinné, hogy erre képes lesz még a lengyel politikai elit, de mégis sikerül számunkra, elég csak a hétfő esti tévévitát megnézni, ahol komoly üzenetek hiány egymásba szálltak bele, ha szabad így fogalmazni a jelöltek, legalábbis Tusk és Morawiecki miniszterelnök. A PISZ kampányának egy része az eredményekről szólt, és arról, hogy bemutatja, hogy hogyan sikerült. Sokszor osztogatásnak nevezik például az 500 plusz gyermekek után járó programot, ami egy nominálisan minden gyermek után, 19 óta minden gyermek után járó családtámogatási program, de ez több, mint egyszerű osztogatás, vagy rozdávnyisztva, ahogy mondja az ellenzék, erre épülő szociális politika. Ezzel a lépéssel méltóságot is adott a jog és igazságosság, és a politikájának a középpontjában az áll, hogy a szegényebb, leszakadóbb, földrajzilag és társadalmilag is leszakadóbb rétegeket nem csak anyagilag fölemelni, hanem a nemzet részévé tenni méltóságban is. Civic platform will be unable with their coalition partners will be unable to repeat the same policy, to run the same policy. They are indebted in foreign centers. They have to pay for support for the whole campaign against Poland on European level, in Brussels, in European press. So they have debts they will pay with Polish interest and Polish wealth, Polish companies as well. Donald Tusk azt mondja, hogy minden, ami történt 15 óta, azt ők ahogy lehet visszacsinálnák, tehát Lengyelország alapvetően egy konstruktív, idézőjelben konstruktív EU belüli politizálást képzel el, ami azt jelenti, hogy alapvetően kiegyezés a vitás kérdésekben Brüsszellel. Ez azt is jelenti, hogy a markáns lengyel álláspont feladása minden kérdésben, legyen szó a jogi reformokról, vagy a migrációs kérdésekről. Az ellenzék megpróbál rámutatni a PISZ kormány vélt vagy valós hibáira. Különböző botrányokat próbálnak kihúzni a kalapból, illetve
ott is a korrupció, a jogállamiság, ez ami feljön, ahogy Magyarországon is. Valamint többször előkerül az a jelszó is az ellenzék részéről, hogy a PISZ kormány október 15-ét követően kivezetheti Lengyelországot az Európai Unióból, ami nehezen hihető még a magyarországi szemlélőnek is. A Donald Tusk vezette polgári platform nem annyira konkrét ígéretekkel, csak a kormány támadásával próbál mozgósítani, és ugyanúgy használ nemzeti szimbólumokat, mint a kormányzó Jog és Igazságosság párt, de valójában gyakorlatilag két világ csap össze. Az a kérdés, hogy folytatódik-e az a 8 éve megkezdett politika, amely középpontjában a lengyel érdek, és az egyszerű lengyel ember, hogy a PISZ, a Jog és Igazságosság szavát használjam, az ő szempontjából, a mindennapi, a lengyel emberek mindennapok szempontjából levezetett érdekek szerinti politika folytatódik, aminek központi eleme a családok támogatása, a lengyel szuverenitás megtartása, megerősítése, vagy pedig Lengyelország egy lelkes tagjává válik annak a birodalomépítő folyamatnak, amelyik brüsszeli központtal a szemünk előtt zajlik. A PISZ alapvetően próbálja a Lengyelország sorsa fölött a lengyelek döntsenek egyszerű mondat mentén felfűzni a programját, és ráérzett arra a választói akaratra, ami a Tuszt kormányt, vagy a PO kormány Tuszt távozása után elsöpörte igazából, hogy hiába Lengyelország növekvő gazdasági pályában, még a gazdasági világválság éveiben is szinte egyedüli európai országként, vagy uniós országként tudott pozitív számokat produkálni, az átlag lengyel választópolgár, főleg nem a vidéki szavazók, nem érezték úgy, hogy markánsan jobb sorsuk lenne, mint korábban. During last 8 years, law and justice showed that it's possible to have different course, different direction to run policies which are good for society, for the whole society, which help to level up the development of the country in contrast to civic platform line of concentrating the wealth, the GDP growth and all the benefits of the economic growth in big cities in areas which are already prosperous. So now we have two visions after 8 years of law and justice rule, and Poles have to decide. Large groups of people benefited during last 8 years. They received extra income support. A lengyel társadalom csöndes többsége számára ez egy siker. Tehát alapvetően a szociális juttatások növelése, illetve a felzárkóztatása ezen rétegeknek részben megvalósult, és ez érezhető is. Biztos, hogy egy magát liberális, nagyvárosi értelmiségének gondoló fiatal számára, aki gyermekvállalást nem tartja prioritásnak, nem feltétlenül csapódik le ez ugyanúgy, mint egy 3 gyerekes alsóbosztálybéli család számára, ahol igenis nagyon komolyan számít az, hogy a gyermekek után először az 500 plusz program keretében 500 zlotyi plusz pénzt kap a család fejenként, a gyermek felnőttkorosáig, és azt most 800 zlotyira emelni majd a PISZ, amennyiben nyer a választásokon. Tehát ez egy olyan többletbevétel, ami egy alacsony bevételű, vagy akár középosztály alsóbb rétegebe is tartozó több gyerekes családnak nagyon komoly bevétel növekedést jelent. Nyugdíjkorhatár egy fontos kérdés, hiszen itt megint a PISZ vissza tud utalni a PO kormányzat egyik nagyon népszerűtlen intézkedésére, amikor a nyugdíjreform 2012-ben, ha minden igaz, a nyugdíjreformot tervezett a PO kormány, és a hatalmas társadalmi elégedetlenség hatására végül ebből kihátrált. A PISZ-nek az elsődleges, legfontosabb kampányüzete az a biztonság volt. Mind a gazdasági biztonság, mind a társadalmi, mind a katonai biztonság. Ugye emlékezzünk vissza, volt egy olyan kijelentése is a kormány képviselőinek, hogy Lengyelország Európa egyik legerősebb hadseregét akarja kialakítani. Ez valóban így is van. De mind gazdaságilag, mind társadalmilag, ahogy már ezt említettem, ez a biztonság az elsődleges. Also the Polish army is rearmed
It's in the process of rearmament. We see the focus on security issues. Azonban kevés ismert tényre is felhívnám a figyelmet itt most a mind érdekesség, hogy csak mennyire durvult el a lengyel kampányfinis. Pár héttel a választásokat megelőzően a lengyel hadügyminiszter nyilvánosságra hozta a Tusk kormány 2011-es nemzetbiztonsági terveit, amik arról szóltak, hogy Lengyelország hogyan védeni meg a állam határait esetleges orosz invázió esetén, és ugye a kritika az volt, hogy a dokumentumok szerint feladták volna a Visztula keleti oldalán lévő területeket, hogy a Visztula vonalán védekezzen a lengyel hadsereg. És akkor erre a PU úgy védekezett, hogy akkor a lengyel hadsereg, mindegy, elismerve a PiS kormány modernizációját, a lengyel hadsereg nem volt akkor abban a helyzetben, hogy megvédje az államhatárokat. A jobboldali lengyel kormány a nemzetközi politikában is a maga útját járta. A magyar kormányhoz hasonlóan bizony felvállalta az ütközeteket is, ha a nemzeti érdek volt a tét. Ez pedig eltérő mértékben, de mind Brüsszellel és Berlinnel, mind pedig Washingtonnal, végső soron pedig Kijevvel is nem kevés feszültséget okozott. Az igazodási pont persze, a történelmi és geopolitikai okokból, kétségtelenül Washington a jobboldali kormány számára is. A brüsszeli bürokrácia hasonló vitában áll Lengyelországgal, mint Magyarországgal. Tehát itt a Magyarországnak és Lengyelországnak járó források visszatartásával kapcsolatban fölmerül, hogy politikailag motivált helyzettel áll szembe a két ország. They also withdraw, they block the recovery fund, even if we fulfilled every obligations. They broke their promises. Actually, they compromised those politicians in the ruling camp who wanted to look for compromise. Now it's obvious they are cheating, they do not keep to their promises, and they are looking for opportunity to topple the government, to destroy the government. It's obvious for everybody. And they want always more and more and more, and they do not stop. There is, if you fulfill one demand, there is they put on table immediately the second demand. A varsói elit, a varsói kormánypártok sosem az Egyesült Államokat, sosem a globalistákat, hanem mindig Brüsszelt hibáztatják. Tehát Brüsszel, tehát a gonosz szerepét Brüsszelre osztották ki. Ők így nevezik meg, aminek mondom, az egyik praktikus oka, hogy nagy bizalommal vannak az Egyesült Államok irányába. A másik pedig, hogy ugye a fő ellenfél az a Tusk, Donald Tusk, aki maga is ennek a brüsszeli intézményrendszernek a része volt. Donald Tusk az egyik kampánybeszédében azt ígérte, hogy ha ő kormányra lép, akkor már másnap elindulnak a kifizetések. Utána nem győzött magyarázkodni néhány pártárs, hogy ez természetesen és nyilván csak átvitt értelemben kell érteni ezt a másnapot, de azért jelzi, hogy valóban itt politikai motiváltság. Actually, they treat Poland as a field of experiment. They try to enlarge their influence, their power. They do not respect the treaties. They use every possible instrument to pursue their goals, to force us to follow their will. Ursula von der Leyen tavaly az Európai Néppárt tisztújító kongresszusán úgy köszönt el Donald Tusktól, hogy és reméljük Donald barátom legközelebb már miniszterelnökként köszöntünk. Itt ne felejtsük, tehát nem mint ő azért minden esetben a bizottság a szerződések őrének a feje is. Manfred Weber tűzfalat akart vonni bizonyos európai pártok közé, felsorolva a jog és igazságosságot is. Polish government especially because they wanted to avoid accusations. Prepared the reform in judiciary area following the Spanish example. Actually, they copied the Spanish solutions. And the result is that they say Europeans, Brussels, bureaucrats, they say what is legal in Spain, it's illegal in Poland. You can't follow the Spanish example because your democratic culture is lower. And it's you are shorter in experience, which is really, which really means treating us as second class member state. A lengyel belpolitika mindig is Amerika fókuszú volt, tehát nagyon sokat, nagyon
tehát komolyan bíznak az Egyesült Államokban, annak támogatásában. Úgy gondolom, nem túlzás kijelenteni, hogy Lengyelország Ukrajna egyik legnagyobb szövetségese, amióta Oroszország megtámadta keleti szomszédját. Azonban az ukrán gabona vitája egy jelentős törést képezett ebben a szövetségben, ami elsősorban az ukrán fél hálátlanságával magyarázható. Ők, a lengyelek aztán tényleg minden gesztust megtettek, sőt nem gesztust, tehát minden katonapolitikai, diplomáciai lépést, amivel Ukrajnát segíthették. És cserébe nem kaptak semmit, illetve amikor egy kérésük volt, hogy az ukrán gabonát ne a lengyel piacon terítsék, akkor erre rögtön meg lettek vádolva ukrán részről, hogy ők orosz barátok. Hát szóval ez én azt gondolom, hogy ez egy eléggé bárdalatlan kommunikáció, és akkor nagyon visszafogott voltam. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tett egy kijelentést, mondott egy beszédet New Yorkban az ENSZ közgyűlése előtt, ahol az ukrán embargó ügye kapcsán Lengyelországot a többi közép-európai állammal egyetemben Oroszországgal való szövetséggel, vagy Oroszország pártolásával vádolta meg. Én azt gondolom, hogy az, ahogy Ukrajna kommunikál, ahogy viselkedik a vele az elmúlt másfél évben, hogy mondjam, feltétel nélkül együttműködő Lengyelországgal, az példanélküli és egészen penetráns. Ők, a lengyelek aztán tényleg minden gesztust megtettek, sőt nem gesztust, tehát minden katonapolitikai, diplomáciai lépést, amivel Ukrajnát segíthették. És cserébe nem kaptak semmit. Lengyelország, a lengyel választók, a lengyel polgárok, ukránokkal, ukrán politikával kapcsolatos megítélése is gyökeresen változott. Azért erre vannak felmérések, hogy a lengyel választók 30-40%-a mondja azt, hogy az egy-két évvel korábbihoz képest gyökeresen megváltozott a véleménye Ukrajnáról negatív irányba. Azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy több támogatást kéne adni Ukrajnának, leesett 20-25% körül értékre. Tehát azért a gyökeres változás állt be. Akcióban a Soros Hálózat és az Action for Democracy Lengyelországban is, a guruló dollárok pedig nem csak Budapestre, de Varsóba is eljutottak. Soros György Birodalma Lengyelországban is médiát vásárolt, sőt az általunk jól ismert 24.hu tulajdonosa is terjeszkedésbe kezdett Lengyelországban. A külföldi befolyásolásba vezető politikusok is részt vesznek, a cél világos, a balos választók mobilizálása, Kaczynszki és Morawiecki hatalomból való eltávolítása. Mozognak is ugyanazok az erők, amelyek a magyar választás során. Az más kérdés, hogy senkinek sem áll érdekében tematizálni, hogy egyébként az amerikai demokrata párt ugyanúgy jelen van ebben a választásban, és ugyanúgy a globalista erőket segíti. De ezt mindegy. Tehát a lengyel belpolitika sajátosságai miatt nem áll érdekében ott egyik félnek sem tematizálni. De ettől ezek az erők ugyanúgy működnek, ott vannak. Fontos kiemelni, hogy Lengyelországban egy erős külföldi bázis található, mind amerikai, mind német, mind egyéb ilyen privát NGO-k megtalálhatók elég régóta. Ugye 1988-ban indította el Soros György, amerikai tőzsdespekuláns, a Bátori Alapítványként elhíresült NGO-ját. Ez azóta is igen aktív. A választás előtt is az volt, különböző tüntetéseknél egyéb szervezeteket támogatnak, jelen vannak. És ezt láthatjuk most hasonlóan a magyar választáshoz, hogy az Action for Democracy is megjelent Lengyelországban. Korányi Dávidék alapvetőleg baloldali alapítványoknak juttattak amerikai pénzeket. És azt se felejtsük el, hogy az egyik legnagyobb ellenzéki médium, a TVN, az amerikai kézben van, a Discovery csoportnak a tagja. Így valóban egy széles külföldi ellenszéllel áll szemben a PiS kormány, de ezt mind 2015-ben, mind 2019-ben sikerült ezzel szemben győzniük, így most 2023-ban is megvan a győzelemre az esély. A lengyel választás tétje tehát nem csupán régiós, hanem európai, sőt nemzetközi léptékű. Ez a voksolás nem csupán egy egyszerű jobbra vagy balra kérdés, hanem egy fontos összecsapás a globalisták és a szuverenisták, a birodalmi Európa és a nemzetállamok Európája, a nemzetközi és a nemzeti érdekek, valamint az elhúzódó háború vagy a béke lehetősége között.